Ugyanakkor az MDF elnökségében, hát ez teljesen evidens volt, hogy a posgai az MDF-fel akar együttműködni majd, tehát nem volt miért nyomozni utána, hogy, hogy most tényleg, tényleg mondta, hát minden, hogy? Hát bírózoltál, de nem csak Csóri is. Hát a Csóri is, hát, a Bíró egyébként bent dolgozott a minisztériumában, hát hogyne. Jó, tehát azt mondom, de nekem is, mint mondtam, volt személyes kapcsolatom vele, és ez teljesen egyértelmű volt, hogy, ez, hogy, hogy erre készül, hogy miért nem történt meg. Ő maga ezt megírta egyébként, hogy, hogy miért nem történt meg. 80 Kilenc tavaszán valamikor, miután ő ezt a nagy vihart kavaró bejelentését tette 56-ról, hogy ez nem ellenforradalom, hanem népfelkelés volt, utána egy jól előkészített folyamat záróköveként lett, kellett volna, hogy tárgyaljon Gorbacsovval. Ki is ment Moszkvába, és a... Gorbacsóval való találkozás elmaradt, mert olyan vihart, kavart, még egyszer mondom, ez a bejelentése, hogy a Gorbacsov ellenzéke nyomást gyakorolt Gorbacsovra, hogy ezt a, ezt a terroristát, ezt itt <laughs> idézőjelben mondom, ezt ne fogadja. mert. A, tehát Gorbacsov e, hát nyilván taktikai okoknál fogva elzárkózott attól, hogy ő ott tárgyaljon most e, posgaival. E, ez a szovjet politika történet alapján megérthető, hogy ott akkor ő miért került hát nehéz helyzetbe. De az igazán súlyos érv az volt, hogy amikor szeptemberben kiment Vatikánba, ott volt egy nemzetközi találkozás, konferencia, ahogy ő maga mondta, a szovjet nagykövet odahívta egy ablakmélyedésbe, és azt mondta neki, hogy Gorbacsov elvtárs pedig azt üzeni, hogy tessék mindenben Grósz Károly elvtársat követni. Na most ez, ez a a hír poszgai saját vallomása szerint hideg zuhanyként érte. Ezt a szűkebb baráti körében, a pártban, meg a szocialista értelmiség körében elmondta. És gyakorlatilag az a. Az a szűk kör, amelyikre ő építette ezt a pártalapítást, ez elbizonytalanodott. És ez az elbizonytalanodás mutatkozott meg az utolsó kongresszuson, amikor nem, nem álltak föl mellé, mögé, hanem tudomásul kellett vennie, hogy neki két lehetősége van, vagy kilép a pártból, vagy belül marad a nagy egészen. És akkor úgy döntött, hogy belül, mert akkor még később lehet lehetőség, hogy valamit majd csináljon. Én ezt azért is merem így elmondani, mert aztán úgy alakult az életünk, hogy nagyon már a jóval később, hogy a a Budakalászi Ósamban rendszeresen találkoztunk, mint vásárlók, és ott többiről többi, többi hegyire megbeszéltük a történteket, nem is egyszer. Tehát, hogy ez volt, ez volt a háttere. Tehát őt tulajdonképpen a Gorbacsovi ö, irány ö, hozta és tette lehetővé az ő szabad mozgását az MSZMP-n belül, és abban a pillanatban, ahogy ez kiment mögüle, megszűnt ez a felhajtó erő a párton belül is.